fel, mert én alig. Van egy perced? Jó, akarok vele dumázni. Hisz? Gyere, csücsbe, akarok vele dumázni. Tét a fejét, mocskos bűnöző! Ez kicsoda volt, szám? Köszönjük, pohas is. Hát, szerintem a Popi, nem? Nem, Popi volt. Na figyelj csak! Ugye múltkor mondtam neked egyébként, hogy hallottam, hogy elég jó kis dealer vagy. Van egy spanom, kiszáll a bizniszből, és van egy kocsinyi cucca. Olcsón odaadja, duplája, tripláját éri, érdekel? Hú, azért ez komoly befektetés, érted, érted? Igen, ez igen. Mennyi zé, miről van szó? Figyelj, sok fegyver, sok lőszer, rengeteg met, kristály met. 5-6 fegyver, 60 tár, basz. Meg ilyen 200-250, nem tudom pontosan mennyi, mert 40 ezer ér adja, 100-120-at simán ér. Mondtam, hogy én lehet, hogy tudok valakit, és meggondoltam megkérdezni téged. Mi is a számon neked? Csak kérdezem. Számom? Várjál. Várjál. Oké. Kulvára nincsen meg, ülj csak be. Oké, mehet a név is? Persze, név. Jó, oké, név az David. David. Sajátot kell, nem az a szó. Igen. Igen. D-A-V-I-D. Oké. A szám pedig írom 5-ös, 4-es, 1-es, kötőjel, 1-es, 5-ös, 4-es, 7-es. Király? Hát gondolom, hogy szülkök. Oké, jó. Jó. Ja, jó, oké, csörög majd. Megjegyzed, tudod, melyik lesz az? Persze. Majd végig hívok mindenkit, érted. Nagyon jó, oké, jó van, csúmi. Hú, azért ez komoly! Azt a kurva innen húzni kéne, picsába, kurva gyorsan. Aha, szerintem megy a program megint, pedig én már amúgy letiltottam a feladatkezelőbe. Ó, azt a kurva, igen. Na hát, mint a múltkori adásban ezt az oszlopot ugyanúgy megfogtuk. Tehát, ismerkedünk, legutolsó adásban is ugyanez volt stream elején. Igen, ugyanitt, úgyhogy megint csinálunk egy selfie-t, ugyanitt, hát ezt nem hiszem elkezdi. Na, azt mondja, hogy... mi legyen a cím? Na várjál, azt mondja, hogy összetört, nem. Total Kálosz. Total Kálosz. A Murphy már abból. Figyeld. És már megint levette a maszkját. Murphy már boltba rabol. Publika. George Octopus. Ez meg ki a faszom. Ez aztán selfie. Figyeld. Semmit nem lehet a csávóból látni. Aj, pityu. Mit csinálsz, pityu? Anti? Új, ilyen maszkót... Most ez... Ma van itt? Itt van most, vagy nem mutat időt? Kell beszélni Antival, mert akarok egy jó maszkogatyát. Pop Simon. Banános. Nem lájkoljuk. Tanulj megvezetni! Csá! Csubizlak. Pici, múltkor hogy volt az, hogy te a tapkóba engem, de csak ögöztél meg ilyenek, mi? Az nem igaz, érted? Nem rád mondtam, érted? Nem rám mondtad, igen. Eszkü. Ezt elmondod a kanyukádnak, meg ilyenek, érted? Rosszba fásántikálsz, meg ilyenek, meg tudja. Mi lesz rodod? Szemmi, mész a börtönbe. Ha megyek a börtönbe. Hát persze, a rosszba szántikálok, hisz nem szólták, hogy te is tudsz lóla, érted? És akkor hát... Jó, lehet, hogy tudok róla, lehet, hogy még a börtönben, de lehet, hogy tudok tényleg jutásítani, érted, hogy ki se jössz, mert mondtad szerintem. Szóval mindenre megvannak módszer, meg a kapcsolatok.
Én lehet, hogy kapok egy 2-3 évet, de lehet, hogy te életfogytiglant, érted? Micsoda? Na persze, megtudom, hogy gengszel vagy, hisz én mennek életfogytiglant, persze. Ja, hát figyelj, te állod a nagypapikat, meg ilyeneket, nem én. Ah, értem. Ezt köpsz a lendülőknek? Jó nagy cicka vagy akkor. Á, én nem köpök, én megoldom. De mondtad nekem, hát köpök a lendülőknek, kurva nagy cicka vagyok, érted? Hát pontosan, nem is én köpnék a rendőröknek, tesó. Ez kicsoda? Azt majd meglátod szépen, figyelj az utcán, fülelj, érted, üzletelj, nyomjad neki, amit eddig is. Csak okosan érted, figyelj oda magadra. Király? Mert vannak, hogy mondjam, vannak emberek, akik rád is pályáznak, meg rám is ugyanúgy. Annyi a lényeg. Értek, csak az a baj, hogy én nem vagyok... Hát, ne legyél ennyire feltűnő, az a lényeg. Próbálj meg egy kicsit nagyobb álcával nyugodni, érted? Hát persze, vettem el szapkát, érted, és senki nem ismer fel. Sapkával? Nem elég ide a sapka, nem elég ide a sapka. De tesó, mit csinálsz itt az út szélén? Kalamboloztam megint, érted, mindig ezt az osztályt, minden nap elkapom. Hát az nem jó. Tiszta. Tudod, tesóm, kiemlékeztetem ugye a vezetése. Ja. A drága mohó barátunk, Isten nyugasztalja, ő is tudott vezetni ugyanígy. Ő volt a példaképpen, miért egy kurva nagy gangster volt. Kurva nagy gangster. Dagadt köcsög. Tartozott mindenkinek, érted, de izé állandóan mondta, hogy mennyire a csajozógép, az közben szerintem szüzehalt, meg ilyenek amúgy. Szétkult az összes cajt, érted? Biztos a te cajodat is megkulta. Én az anyját kultam. Király? Olyan van, tesszük, hogy jól legyen, majd dumázunk. Jó, királyszág, császló. Kell neked szerelőt hívni esetleg? Nem kell, elélek odáig, simán. Hova érjen? Kis köcsög! Polcom, nagyon szépen köszönöm a 7. hónapodat! Köszönöm szépen! Te szék! Szia, kicsi! Csá! Mi a helyzet? Szemmi bubu vezeti, érted, és megint nyomkodja az Instát, a telcit, és kalambolozott meg, érted? Mert kéne neked egy sofőr, egy normális sofőr, aki tud vezetni, király, jó nagy, nem tud. Jó nagy cöccel, érted, és szeggel. Aha, jó. Merre vagytok? Hát most Bubu elment inni, érted, és a Publicnál leszek, érted? Publicnál? Akkor oda megyünk, megvársz minket? Persze, majd cölgök, szietek! De nem, mert nekünk most mi lassan majd dolgunk van. Értem, szietek, persze. Jó, szia! Cá! Az éve tolcok. Az mondjuk szörnyű, de... 100 eurót szeretnék elkérni. Női kolléga vagyok, szóval... Vagy itt dolgozó, szóval... Ez mennyit csak számolnál meg, kérlek? Hát ez kicsit több. Király? Ó, minden jó. De köszi szépen. Hát a kicsit több, akkor adjál, visszaélted. Ja, meg szeretném. Ancsolj, ennyivel többet azt felvárjunk. Tessék, szóval ennyivel többet. Király, köci? Nincs víz, hello. Szobd le a faszom, behúzott 130 euróval. Hagyd meg. Ó, bocs. Ó, baszd meg, ott jönnek a rendőrök. Baszd meg, kurva életbe. Megint jön a löné a cávójával, biztos kultak tegnap, érted? Szétkulták egymást. Biztos szegnyalász is volt. Király? Na, szia, Tici! Jó szokat váltam. Hát jó van. Gyere, menjünk át oda a kocka parkhoz. Gyere, léci. Tici, el sem tudod képzelni, mennyire hiányoz. Mi jó szadőt magadnak, csak kérdezem. Hát ne, az apuka, tudod, majd lehet. Isten. Ezt nem mondjuk így. Hogy mondhatjuk. Mert fiamnak kell hívjam? Igen. Persze. Fiam. Jó. Egy kis időre lelépek a rádióról. Én is. Felmegyek a Gangster rádión, érted? Milyen Gangster rádió? Az melyik? Titkosz. Erre hoztam neked kajcsit. Királyszág. Szeretem a paprikás szendvicet. Szerintem lövöldöznek fegyverrel. Hol? És szerintem ez nem rendőrségi fegyver, szerintem. Honnan tudod, hogy milyen a rendőrségi fegyver hangja, meg a másik? Honnan? Érted, mikor a tuncisztunk a rendőrszégen, akkor lövöldöztek, érted? A lendülők. Mikor? Emlékszel, mikor elmondtad mindenkinek a kurma pálnákat. Én nem is én mondtam el. Ne, te mondtad el, érdekes az a lendő, nagyon érdekes, hogy tudta.
te mondtad el. Te mondtad el. Hát suttogni akartál, hát ahhoz képest jó hangosan mondtad, persze, úgyhogy ez te hibán, persze. Persze. Szóval szeretem a téli szalám a szendvicet. Szeretnék sajtot, bele mockó sajtot, szeretnék paprikás szalámi szendvicet uborkával, király. Jó, oké, majd legközelebb hozok chipset is. Király, chips, király. Jó, jó. Kola. Kola is kell, jó, oké. És milyen gajcit hoztál? Steak van abban a kis dobozkában. Felvágtott kockák, la. Volt, azt nem. Akkor nem kell. Né, hogy nem kell. Nem kell, azért vágj fel kockák, la, érted? Aha. Meg ne rágjam helyetted. Már megbuktál az első vizsgán. Hát, az, hogy akarsz gyereket, csak kérdezem, érted? Miért? Annyira lussza vagy, felszavágod a kockál a húzt. Most vettük, nem volt rá idő. Azért nem vágta fel, mert lusta. Jani, most őt kikérdezte? Hát ő lesz az apukádám, jaj. Lehet, hogy az így apukád fog, fogja felvágni így neked. Így fogsz majd velem beszélni, akkor majd picit megnevelget. Ne. Ügyvéd úr! Jó napot, ügyvéd úr! Épp napot. Beszéljen velem, mert... Nica! Ez így folytatódik akkor. Istenetem, mi a helyzet? Mi történt? Semmi. Szokásos. Nézi a szeggem, ez a cávó. Hogy nézem, uram. Rönéfenekét bámultam. Még mindig mondod, hogy hogy kultál Lönével, meg milyen jó csókol. Tényleg, ma én nem mondtam. Tudod, milyen jó csókol Röné? Teszik, látod, Döné? Látod, most hát de ő mondta, nekem, hogy mondjam. Kérdezem. Hát de most te tényleg igaza van, te mondtad, hogy mondja. Most lehet nem szólt volna. Hát most nem. Ez ilyen titkokat tartjuk meg ott a bent a hálószobába, persze. Tudnánk négy szem közbeszélni? Ez a szép pörös biciklivel. És azt mondtam, hogy ügyvédül, hogyha majd coolnak. Gyere, kérdezek valami. Majd mikor coolnak, na, akkor biztos, hogy hallani fogom, hogy coolnak. Ezt mondta. Nem mondtunk ilyet, ügyvéd úr. Vagy direkt úgy csinálják, hogy maga is hallja, hogy... Ezt mondta életed, hogy mikor majd kúlja lőni, szét fogja kúlni, ezt mondta, és én biztos hallani fogom, és azért se lesznek halakak, életed? Ja, értem. Hát ez azért ez komoly. Ez igaz? Most ezt kinézi belőlünk, ügyvéd úr, most komolyan. Hát ne, ez pontos, hogy te mondtad, úgy fogom kúlni, hogy biztos hallani fogod, és nem érdekel, ezt mondta. Ügyvéd úr, én az ellentétét mondtam. Persze. És azt is mondtad, hogy kinyilod a szeggét is. Jól szétnyilod a szeggét, mint a nyáli dinnyét, érted? És most abban mi van? Erre most válaszolnék, de a gyerek mondta, is van itt, hogy inkább most nem válaszolok. De akkor is ezt mondta, szétnyilja a szegget. Hogy ne mondjad, befogom a fülét, mondjad, befogd a füleit. Mászokat gyorsan nyilni, mondja. De igen. Jó. Még éve nem hallatsz. és maga mit szeretné Tiziánul? Szeretné, hogyha a Rönék örökbe fogadnák ön? Hát első szóban Halloween-os kulvákat akarok szopatni a mólon, érted? Aha. Másodszóban, én szeretem Lönét, csak hogy is mondjam, megszúgom. Jaj, nem a szegét, érted? Jó, mondjuk ez attól ez nem akadályozza a lámeg, de... Egyszer megkultam a lábát, érted? Kulva jó volt. Hol? Tért hajlatba? Tatlákon keresztül érted gyorsan. Mint egy kis kutya. Pau-pau. Hú. Hát, nem tudom. Lehet, hogy jobbnak látom, hogyha ez az örökbefogadás, ez nem történik meg. És most téged ki a kicsi kérdezett, csak kérdeztem, most kiírtuk a véleményedet, csak nem értem. Amúgy kicsi nem a fenekét szoktam nyalni. Kicsi? Ne. Na szóval Tici úr, mit szeretne? Mondtam, hogy előnös kulvák, azt szopatni a mólon, érted? Hát az oké, az rendben van, de hogy... De hogy René kisasszony öregbe fogadja? Szeretné? Tetszem neki, érted? Mi az? Ne!
Ez már kiárt, cici. Ez a heroinos kurvaér volt szerintem. De miért? Pontosan. Mert nagyon csúnyán beszélsz a hölgyekről. Pont nem arra néztem. Ó, ez kicsit fájt, írtel. Kicsit? Pöjj, leköptelek, te keci. Leköptem a mikrofont. Hogy el a pizzából? Leköptem a mikrofont, keci. Azt a kurva tisztinyál. A kurva életbe véletlen leköpt. Szegítszék! Gyorsan futok, köcög! Cokolom, hogy hotdogot szeretnék. Gyere csak ide! Vegyél nekem egy hotdogot, érted? Hogy ne, veszek neked, gyere! Ezt kérjél bocsánatot. Bocsánatot? Jó, jó, jó. Aut! Ó, ezt miért kaptam most? Remélem, ebből tanulsz most már. Ó, ezt miért kaptam most? Mert csúnyán beszélsz azért. Meg leköptél. Még egyszer leköpsz, nagyobbat adod. Ne. Jó? Akkor szopja a geci, érted? Nem beszélünk ki. Edd meg a szalt. Kérsz még egyet? Szalom, edd meg! Edd meg a szalom! Lüni! Lüni! Nincs Lüni! Gyere csak ide! Gyere ide! Lüni! Nagyon forró jársz, csak mondom. Gyere Lüni! Ide! Gyere ide! Lüni! Gyere ide! Adaj egy kurva egy pofont adott, érted? Vigyél már meg gyorsan! Mondta, hogy egyen meg a szalomat. Megint nagyon csúnyán beszélt. Azt nem igaz, kurván! Mi ezt mondtad a párnak, hogy nyalja ki a segged? Meg hogy szopjam le, vagy mi? Micsa, így beszélsz nem a páddal? Szerintem egy anyai pofon kiárna neki. Nagyon már, csúnyán beszélsz most már amúgy, Tici. De. Kész, akkor mit teszel, mit csinálsz? Ezt teszem, ezt neked. Mi jaj, ez nagyon szokott. Ez anyai pofon már. Volt, igen. Jaj, de nagyon fáj az arcom már, miért bántotok, csak kérdezem? Mert olyan csúnyán beszélsz, hogy ezt most már nem lehet elviselni, de komolyan, nagyon csúnyán beszélsz. Ne. Le foglak ám erről szoktatni, azt megmondom neked azt itt és azt mondod, most. Hogy előszakolni meg fogsz, érted? Nem, majd nem. Le foglak szoktatni egy mostan, hirtelen, nagyon érdekes, még szendvicetszer hoztál. De hoztam neked ebédet apáddal együtt, és persze. Nem járok iszkolába, azt mondja, és akkor pedig mi van? Fogsz. De. Majd fogsz. Majd fog, te is kiszopni a geci, érted? Kurva csúnyan beszélsz. Létszerűen én, ne beszélj ti. Szegítszék! Lendőrszék! Picába. Az a baj, nagyon gyorsan fut. Elfáradtam, érted? Szegítszék már! Hú, ez nagyon fálasztó beszélgetés, segítség! Segítsél már! Akkor ne beszélj ennyire csúnyán, légy szíves! No? Ja, fogalmazd ja. Meg így kicsit szépen, jó? Persze. Na, hogy tudsz valamit szépen megfogalmazni? Ahányszor csúnyán beszélsz, annyi pofont fogsz kapni. Nem azt mondom, hogy érted, hogy kúlász, hanem töckölész. Végül is. Ezt is már mond, lehet szépen mondani. Kulász. Szeretkezés. Ne, tanuld meg, hogy szeretkezés. Igen, szeretkezés. Szeretkezés, unci, de unci. De nem, hát ez szépen meg van fogalmazva. Miért te szeretkezel, Lőnic, ha kérdezem? Igen. Hogy nem, mi azt szoktunk? Úgy kell baszni, mint az íz a disznók, érted? Kulni kell. Szeretkezés, unci. Hát igen, ez az ízi, a... Fizetős hölgyeknél gondolom ezt hallottad. Hektor úr, tudod segíteni? Szép napot kívánok, az ügyvéd úrhoz jöttem. Nem, szép napot. Jó napot. Az ügyvéd úr picit elfogad. Nem? Csak látom, hogy hogy kúrják anyám, illetve. Hát, egyébként megyek is, mert ezt nem szeretem hallgatni. Rendben, köszönöm. Jobbják, ez nem az én dolgom szerintem. Hogyne. Bocsánat. Hoppá. Semmi baj. Na mondja Tici. Na mit szeretne Tici úr? Heroinos hölgyeken kívül. A heroinos hölgyeken kívül. Yes. Tiltasz, hogy kulva? Na, ne beszélj csúnyán. Jaj. Mondd rá inkább, hogy pillangók, jó? Éjszakai pillangók, igen. Na már szegény, már tiszta vörös a feje. Én már mindig nem fogja megtanulni.
Azt szeretném, igen, hogy igen. Gangster legyek, érted? És az utcához tartozzak, érted, ügyvédul? És szeretném, hogy elmenni fodlászhoz, mert úgy nézel ki, mint egy kakasznak a szegge. De most hogy akarsz az utcához tartozni, hogyha most mondjuk, hogy... Én menő szöveggel írted. Na, szóval akkor lesz egy mama-papa, és akkor azt fogod mondani, hogy, hogy az utcán laksz, jaja. Persze, meg hogy kultok, és mindig halom ezt. Aha. Szeretkezünk. Hát ez... Hú, de unci, nem mondd ki, még egyszer lealszom, érted? Hát de szépen megvan fogalmazva. Hát de unci... Fú. Na szóval, akkor most mit szeretnél? Alszol rá egyet, vagy hogy legyen? Szeretném, érted. Szeretnéd? Szeretném, persze. Megölelsz. Na persze, hogyha apától először odamész, ezt megöleled, persze. Teszik? Micsoda? Öleld meg apádat, persze, utána majd kapsz ölelést, igen. Figyelek. Mármint engem? Öleljen igen, meg. Persze. Persze. Inkább, első szóban, inkább... Leszopom az ügyvéd falkát. Esküszöm inkább, érted? Nem. Letiltelek, és plusz helyszem a szembe a falkát, és... De, na! Viccelek, nem? Igen, ugye, mit akarsz? A Tici úr nagyon anyás, úgy látom. Nagyon igen, anyás vagyok, őt nem szeretem. Tudja miért anyás, mert meg akar. Szia, Mián, drágám, szia! Szerintem lesz egy apai ölelék, szerintem egy ilyen apai válveregetést utolsókat segítene. Tudja, hogy megy ez, ilyen kis meleg esti. Nevezi egy ilyen apás, ilyen békülős ölelés, persze. Békülős ölelés, persze az, hogy... Gyere! Na azért. Szóval többet nem szeretném, ez olasz volt. Na jó, ez ilyen havi egyszerű alkalom. Persze, ilyen mindennapos lesz majd, mikor elmegy Tici a suliba, és akkor apa anya megöleli, persze. Persze. Gyere ide. Nem járni, ott van. De fog járni iskolába, igen. Persze, mellé, persze. Mellé biztos, hogy nem. Ott fog várni az iskolába. Igen, ott fog várni. Meg fogom nézni, hogy belmegy. Hiszen egyébként a lendőrbáci nem szokott nézni, csak kérdezem. Mit csinálni? Nézni. Egy kicsit iszmelősz. Mi? Micsoda? Jártál már a Kórai plázába? Csak kérdezem. Nem jár a Kórai plázába. Nem. Egy kicsit iszmelősz vagy. Szerintem kult az anyám, érted? Micsoda? Biztos, nem. Micsoda? Dehogy is. Pici, most hazud? A tetkó, esküszöm. Szerintem iszmelősz. Mikor mondaná igazat ilyen téren? És mikor mondanád meg, hogy megkultad a nevelő nem fiad? Nem kultam meg anyádat? Miért tettem volna ilyet? Hát, mert proszti volt, kurva jó caj volt. Rönével volt az első. Kólai volt, vékony volt. Rajta másra nem csináltam. Ezt mit holkozott, érted? És szegget isznyolt, férfi szegget. Nem szeretem, hogy seggem. Pedig kurva jó? Hát, de én elhiszem. Csak videóból. Aha. Nem mehetsz abba a plázába, itt most megtiltottam. Most megtiltom. Na, még mennyi mindent meg fogunk tiltani, persze. Persze. Kösd fel a gatyádat, mert de is mindig le van húzva. Majd kell lenni, persze. Persze. Na, szóval szeretném, érted, csak lenne kikötésem. És miféle kikötése lenne? Szóval a szerződésbe beleillom, érted. Azt szeretném, a lendőr, a férfi lendőr, inaszom legyen. Igen. Inaszom. Uh-huh. És már most szeretnék távoltartást kérni. A jövendőbeli mostoha apjától? Persze. Mit szeretne? Távoltartást. Miért szeretnél távoltartást? Hát, az én. Már így indítjuk a izét. Persze. Családi kapcsolatot. Nem, én szeretnék tőle távoltartást. Nem, ezt már én meg, szeretném. Meg azt is, szólba, hogy tőle távol maradjon. Na, ezt a kettő dolgot szeretném, ügyvéd. Fúha. Úristen. Ezt szeretném, hogy a Rönél a... Ért, mit szeretnék. Hát akkor... Drága Miám. Nagyon szépen köszönöm, drága Miám. Az a baj, amikor RP-zek, nem szólalok meg a chat. Gyere csak ide, megfogom a táskádat, aztán húzlak vissza, gyere csak. Hagyjál már a picába! Köszönöm szépen a 9. hónapodat, csumizlak, csókollak.
Mondom, állj meg! Hát várj, a matuka. Ha felülsz arra a cross motorra, lesoklak. Ne. Igen? Gyere csak, megfogom a táskát, aztán húzom. Én meg visszalángatlak. Nem érdekel. Gyere, elkapom a táskát, aztán húzom. Nem húzlak. Érdekel. Gyere csak. Le foglak szulkálni, apu. Van nálam sokkoló. Éjszakol, nyakon szúrjuk. Gyere csak. Na gyere. Nem gyere. Rosszul eszed. Micsoda? Mi esett rosszul? Úgy is fogom nézni, mikor kultok. Nézzed. Iszkíz velem. Behegyed. De ha rajta kapunk véget. Persze, mi még gyilkolsz. Nem gyilkollak, meg megverlek. Kapsz egy pofon. Unci. Nem. Dobad leskelődni, ezt megtanulhatnád. Nem káromkodunk, nem beszélünk csúnyán. Hát, akkor csak mondom. Igen? Csak mondom. A szeggemből szopja a gecit, érted? Igen? Hehe, mit csinálsz, semmit nem csinálsz. Gyere ide! Te szék! Megint megveszem, a anyadik pofont, csak kérdezem! Ez a... Fú, második? Szépen kéne beszélj, aztán nem lenne ilyen. Ne. Le kéne ugranod egy hídlól, és akkor nem lenne ez a helyzet. Nem fogok leugrani egy hídról. Lemélem egy boltlablásznál. Szétlőg az arcod. Nem fogják. Vagy a pöcödet. Azt se fogják. Honnan tudod? Tudom. Szerintem egyszer lelőnek, érted. Vigyáznak rám a kollégák. Helyettesükre. Éhes vagyok, szeretnék enni, és szeretnék szétálni egyet, kicsit gondolkodni. Tessék. Persze, ennyi sétálni, most nekünk is van egy kis dolgunk. Csak megint megvert, csak mondom. És azt mondta, hogy mikor kultok, nézhetlek titeket, és kész veletem. Hát erre ez biztos, hogy nem engedett ilyet meg. De hogy engedem? De ezt mondta. Annyit persze, nem neki. Egy izé pornófilm forgatása annyit vagyunk, persze. Hát az biztos, hogy nem, hogyha szeretkeztek, az biztos, hogy távol lesz a pornótól. Azt mondtam neki, hogy ha rajta kapjuk, akkor nagyon pórulján. Szóval szerintem nem fog ilyet csinálni. Ész, mint hogy nyugodtan kivelhetem. De hogy mondtam ilyet? Nem mondtam ilyet. Nem. De? És nem is vert meg. De. Szaladtam utána végig. Ja, persze, pofomákkal megint értek. De hogy vágtál a pofom? De. Nem. Na, Tici, nekünk most menni kell, vigyázz magadra, még keresni foglak, aludj erre az egészre egyet. Kell leszni megvelni? Megveljetek? Nem. Búcsú, ne ugye nem felkezni. De kell, igen. Biztos, most is kell, de igen. Igen, megülellek, csak mondom. Na, ne. Itt önt is meg kell, persze. Ilyenkor érted. Na, cá. Azt kéne csinálni, hogy lefényképezzem a csajok seggét, és kirakom Instára. Ezt találtam ki magamnak. Királyszág. Jaguár. Gazdagszág. Cóló, gecik. Király. Anyád, ez mi a fasz volt? Ó, király! Maradj úgy! Ne! Nem tudom, hogy nem tudom, hogy Max megpróbálom. Egy nyolc. Nem tudok kocsiból? Az csaj egyáltalán? Csak kérdezem. Passz meg! Gyorsan. Az csaj? Jó szeg. Gyorsan, menjünk innen, mert ki... Az csaj amúgy? Remélem, baszd meg! Kuló jó szeg!
Logos Cövesz. Egy Logos Cövesz. Egy Logos Cövesz, de nézzük úgy áll. Mit csinálsz, de Logos Cövesz? Istenem. Mit csinálsz? Mit csinálsz, hogy blogon szövesz? Merre, de... Ó, azt neked meg itt igazából egy volt, ami még egy kicsit olyan... Kérek, jó? Most jó. Minden, nem biztos, hogy mindenki hallani kell. Ja, jó. Cá! Teszik, micsodát nem hallhatok, nem éltem. Tessék? Hello. Micsodát nem hallatok, nem értem. Mondtad, hogy bejöttem, érted, és nem biztos, hogy nekem hallanom kell, nem értem. Hát mert van olyan beszélgetés, ami nem tartozik a vendégekre is, ennyi. Értem. Szeretnék picit, málna szörpém. Majd persze. Málna szörpém nincsen, alkoholmentes szöröm viszont van. Citromos. Az van félig gyümölcsös. Nem szeretném, szóval valami finomság. Bár egy kicsit, mert telcizek, addig... Csak kérlek gondolt, hogy valami kurva jó finomságot. Jó érted? Málna szörpít. Szóval telcizek egy-egy gyorszba, bocsánat. Na, most úgy megvernek, geci? Na, Frank, te partam. Ja, igen, amit mondani akartál, meg a szombati. Vagy mutatni, vagy nem tudom, valami volt. Lemegyünk az alsó irodába. Ne! Ja. Oké. Nem persze. Tudom. Yeah, akkor jó. De jó szeg. Meg ezt. Tessék, csak nyugodtan, mert bezárom az ajtót. Futás! Fut, menj már! Szietek, csak csecsilnom kell. De jó szeg meg teszt! Tesszék! Csami gyártlak! Cá, kicsoda vagy? Hát a Libi! Éj, Cá, Libi, öleg Libi, mi a helyzet, Cumi? Csami, ha te a szeggeket nézegessed! Kurva jó szegek, érted? Hát az lejszer! Persze, a lejszoló szalbumba gyűjtöm, érted is! Szokott ki velem. Mi újság van a bélyegecskével? Találtál veszélyt? Szemmi nem légy keltem fel, érted? De... Ja. Persze, szerzek piacot, érted? Jó, akkor majd szoktam. És akkor 90 eulód a labján, hogy értettem én azt? Csak kérdezem. Hát, a 100 jobb óra. 90 szerintem szuper? Nem tudom. Mennyi megy a piacon? Mindjárt megyek a publicba, szietek, cá! Szegesz nyuszika. Futász. Megint szar helyre kanyarodtam be. Hoppá, már fotózom is lefele. Tipli! Mozdulj már meg, bazd meg! Tipli! Mi a helyzet, barbikám? Valaki cölög? Cserdiszi! Teszik! Popi vagyok, bazd meg! Kis oda vagy? Popesz! Csá, Popesz! Na, figyelj már! Csak szeretnék neked szólni, még egyszer meglátom, hogy a drága édes anyukámat fotózgatod az Instáról, letöröm a kezeidet. Megegyeztük? Miért így lesz, anyád? Nem értem. Ja, igen, a tekilalába a bölgyek is. Földnadrágos sajtszín. Kulló jó, szétkulnám a mutelled, érted? Igen, én meg a fejedet fogom baseball tőbe szétkulni. Én csak nem akartam megkulni, csak lefényképeszem, érted, hogy szegesz mókusz. Hát,
Jó, fényképezzél másikat, csak ne az anyámat, jó van? Most még szépen szóltam. Persze, nem tudtam, hogy a muterod élted. De, muterom, igen, muterom. Én se fogom a te muterodat fényképezni, meg sértés. Nekem nincs muterom, mert leszurkálták. Leszurkálták? Persze, kurva volt élted. Ja, de már mint te fogadott anyukád, érted, Röni? Hát csak a lőni, de még nem papíros, érted? Hát jó, de az lesz, érted? Vagy nem? Hát még, csak az a baj, persze, hogy ott van az a cávója, érted? Én cool nem lőnét, érted? Én is tetszem lőnének, érted? Csak az a köcög, mindig belengem, meg olyanokat mond, érted, hogy de egy kurva jó volt lőnével cókolózni, meg ilyenek, érted? Cúfolódik. Figyelj, tesóm, tudod, mindennek megvan az ára, hogy olyan már nyugodtan keres. Annyi a lényeg, én most szóltam neked, tudom, hogy hagyd még, erre megtérlek, jó? Oké? Okay? Persze, csak nézem, érted? Jó, nézni lehet, lefényképez, jó? Persze, ezt már lefényképeztem, ezt tudti ki velem lát. Jó, verjed, én is ki fogom verni az éppen a te barátnődre, érted, hogyha kell. Drága Röni, ha akarom, érted, bebülöm küzdni, én is akar. Ezt mi lenne, hogyha együtt velnénk, én velném neked, te nekem érted is, akkor úgy. Figyelj, hány éves is vagy? 16, ugye? Szok? 16, szóval igen, 16. Egyrészt 16 évesen nehezen járjon az eszedbe is, de ne azon, hogy mással ki akarod veretni a fajtadat. Persze, csak viccel, nem miért? Vagy. Hát jó, az a baj, hogy már olyan sokszor viccelődsz ilyen témát, hogy nem viccelődsz. Amúgy tényleg. Az emberek is azt hiszik, hogy nem. Érdekes, hogy heteroszexuális vagy, hogy mondjuk biszexuális, hogy éppen vele. Ez a probléma. Érted? Persze. Mert itt a gettóban is sokan mondják azt, hogy én kicsodom, hogy csak úgy mondom. Kicsoda mondja, érted? Szulkáld már le. Hát, nem fogok szulkálni, mert tegyél ellene, hogy ne így legyen, érted? Érted, tesó? Szóval... Szaj gangster vagy, meg minden, érted, fegyverkereskedő, stb. Jó. Én ezt aláírom, ezt hiszem is, benne egy jól tudat ipart. Ilyennek csak okosabban érted, csinálj magad a bűnöket. Jó, királyság, akkor ezek nem jó viccek, érted? Csak néha jó vicc, érted? De jó, persze, megértem én például nem vagyok nagy gangster, jó, nálad nagyobb vagyok, de lehet, még akár nálam is tudok, érted, hogy jó. Király, szeretném az utcához szartozni, érted? Mint egy gangster. Hát, ahol sokat kell tudok a stílítő példám, úgykor is, mikor kiposztolt a drága Instagram-ben befigyítettünk egy embert, érted? Hát persze, sokat kell tanulnod, csak még nem meleg meg úgy a szenkit, érted? Nem baj, ezen még javítunk, majd szépen eljösszünk, majd pályára értünk, vagy ilyen obszkinget, aztán megtudjunk vele kettő még... Mi, hogy összeveljenek? Köszönöm, ne, mi a nyom? Nem, hagyom azt, hogy üssélem. Köszönöm. Király? Na jó, van, te sokan majdnem állom. Jó, persze, nem megyek le mutelód le, érted? Hát ne is próbálj meg rám venni, bárhol én meg rád fogok rád menni, de másokat. Jó van, bocesz, popesz, érted? Hát... Bocsász, Popesz, már párszor bocsánatot kérti, nem fejjen sokszor. Na, megyek tovább a dolgom, jó legyét a show. Csá. Popinak az anyját fényképeztem le. Then spent most our lives living in the gangster's paradise.